az adózók közel fele még mindig nem ajánlja fel az adója 1 plusz 1 százalékát valamilyen jó ügyért. A személyi jövedelemadó ezen részéről is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Az adózók, akik a tavaly évben már rendelkeztek az egyházak részére, és az idén nem kívánnak módosítani, nem nincs más teendőjük, nem kell módosítani ezt a felajánlást. Természetesen, hogyha visszakívánják volni, vagy más szervezet részére kívánnak felajánlást tenni, akkor ezt online felületen is megtehetik. Érdemes mindenek előtt tájékozódni az 1%-os felajánlásoknál, hogy azok a civil szervezetek, akik a részére a felajánlásokat megkívánják tenni, valóban jogosultak-e a felajánlások fogadására. A NAV honlapján egy adatbázisban elérhető lista segítheti az adózókat a tájékozódásban. Folyamatos tendencia, hogy a legtöbb pénzt beteg gyerekek és felnőttek gyógyításával foglalkozó szervezetek és állatmenhelyek kapják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évek óta az Állatbarát Alapítványhoz érkezik az egyik legtöbb felajánlás. Ők tavaly több mint 22 millió forintot kaptak. A megszokott óriás plakátos reklám helyett azonban a járvány miatt kénytelenek voltak az online felületekre és a közösségi oldalakra fókuszálni a kampány során. Megpróbáljuk ezt a vonalat erősíteni, meglátjuk, biztatunk mindenkit arra, hogy ne feledkezzenek meg rólunk, mert azért nyilván félünk. Tehát azt gondolom talán, hogy ebben az évben még lehet, hogy nem lesz ez veszélyes dolog, hiszen ugye most a tavalyi évről iratkoznak az emberek, amikor ugye mindenkinek volt, vagy van normális fizetése, munkahelye, bevétele, stb. És reménykedünk, hogy ugye az eddigi vonal az nem fog megszakadni, és az emberek továbbra is gondolnak arra, hogy az állatoknak ez egy ilyen esélyük. Fontos tudni, hogy aki nem rendelkezik az adója 1 plusz 1 százalékáról, annak a pénze bent marad az államkasszában. Erről pedig később a kormány dönt, hogy mire használja fel.